A Zala megyei tejipari vállalat korszerű gépeken állítja elő a vásárlók kedvelt termékeit. A göcsei sajtok, a zalatej és a gyümölcsel ízesített jogurtok, a 80 kilós ementáli sajthengerek a legkényesebb ízlésű vásárlók igényeit is kielégíti. A minőség megőrzéséért az üzem munkásőrei többet vállalnak magukra, mint amit a borítékban honorálni lehet. Ez a véleménye a vállalat igazgatójának is. Minden elismerés, tisztelet adok meg az elvtársaknak, aki az alapítástól kezdve a mai napig is a munkásőrségben végzi a pártnembízatását. Azért is büszkék vagyunk a mi munkásőr elvtársainkra, mert a gazdasági feladatokban is mindig többet vállaltak. A nagykanizsai sörgyár a megye egyik legismertebb élelmiszeripari üzeme. Az utóbbi években a gyár megújult, az elavult gépeket újakkal váltották fel. A termelés mennyiségi növekedését a minőség színvonalának emelése és a választék bővülése követte. A gyár 7 fajta sörkészítményéből naponta 410 ezer üveggel palackoznak. A sörcímkegyűjtők bizonyára tudják, hogy a nagykanizsaiak készítik a göcsei barnát, a paracelsust, a balatoni világost, a kinizsit, helikont, sirályt és a május elseje palackozott söröket. A húskombinátban 272 ezer sertést dolgoznak fel évente. 1979-ben 13 ezer tonna készáru hagyja el a kombinátot. A vállalat vezetői az éves gazdasági terv teljesítésében számíthatnak a munkásőrökre. A népgazdaság megváltozott körülményeiből fakadó feladatokat megértve a hatékonyabb, gazdaságosabb, minőségileg jobb munkavégzést tűzték ki célul. Így valamennyi termékük jó minőségű. A húskombinát készáru raktára a műszak végére megtelik áruval. A raktár hőmérséklete alacsony, akik nem szokták meg, dideregnek. Az itt dolgozók munkájától függ, hogy a készáru megőrizze frissességét az elszállításig, és hogy a célszerű raktározással segítsék az áruk szüntelen cserélődésének zavartalanságát. A gondos laboratóriumi műszeres ellenőrzés mellett érzékszervi vizsgálatokkal, kóstolással is ellenőrzik a minőséget. Takács László munkásőr, a készáruraktár vezetője nem csak a készítmények igényes tárolásáért felelős, hanem a minőségért is. Rádiháza nem falu és nem közigazgatási egység. Nevét hiába is keresnénk a térképen. Az itteni ménesből kerül ki a hazai lovassport Csikó állományának nagy része. A mintaszerűen gazdálkodó szövetkezetek és állami gazdaságok földjén korszerű gépek segítik a termés eredmények növekedését, a mezőgazdasági dolgozók élet- és munkakörülményeinek javulását. Az elmúlt években a fontosabb termékek közül elsősorban a kenyérgabona és a kukorica termés átlaga emelkedett jelentősen. A mezőgazdasági nagyüzemek a megye saját szükségletének kielégítésén túl hozzájárulnak az ország ellátásának javításához is. Becsüld meg, fiam, ezt a rendszert, mondta Szép bácsi a fiának. Ifjabb Szép László, apja keserű élményeiben fogant tanácsát követve, meggyőződéssel lépett a munkásőrök soraiba. A megyei pártbizottság értékelése alapján csak legmagasabb fokon tudok szólni a munkásőreinkhez. Jellemző rájuk, hogy élen járnak a termelő munkában, ugyanakkor önként vállalt kötelességükhez szíven a szükséges fegyverrel is, a többi fegyveres testületekkel együtt védik az elért vívmányainkat. Mindenkor számít a megye politikai vezetése munkásőreinkre, mert olyan kohót jelent ez a megye számára, amelyet politikánk nem is nélkülözhet ma. Nem olyan régen a megyei pártbizottság beadóan is értékelte a munkásőrök munkáját, és elismeréssel és köszönettel adózunk mindazoknak,
akik önként vállalva munkájuk mellett fegyverrel is, öntudattal is védik hazánkat, a Magyar Népköztársaságot. Az állomány bizonyított, az egység személyi állománya érti és azonosul gazdasági céljainkkal, egyéni érdekeiket a társadalom érdekeivel egyeztetni tudó, és az természetesnek tartó munkásőrök szilárd bázisa az ilyen kollektív.